Azt mondták, hogy lehet, hogy el kell tenni egy pár napnak ahhoz, hogy láthassanak valamit. A szomorúságomat hagyd fejtsem ki a kórházi videóba. Üdvözlök mindenkit! Itt is lennék a harmadik résszel. Záró részünk el. Amint láthattátok, hát gyerekek, a lábam már alakul. Már tudok vezetni, ugyanis már ezt meg tudom csinálni. Na most, mint tudjátok, az elmúlt két részben elmondtam, hogy mi a helyzet. Voltam a kórházban, és ezen a héten visszamentünk. Igazából ugyanoda. Viszont most egy másik dokihoz. Visszamentünk az angiológiára. Ugyanis múltkor még kaptam egy ultrahangos beutalót pluszba. Azt mondták, hogy lehet, hogy el kell tenni egy pár napnak ahhoz, hogy láthassanak valamit, úgyhogy most visszamentünk, egy teljesen más orvos volt. Hát egy ilyen 50 év fölötti volt, nagyon értett hozzá, a nevét nem fogom megmondani, mert személyiségi jogok miatt, de elmondanám, mert én azt mondom nektek, hogy Miskolcon az egyik legjobb doki. De mindegy, visszamentem hozzá, ultrahangot megcsinálta, és azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy izomvénás trombózis. De a szomorúságomat hagyd fejtsem ki a kórházi videóba. Kaptam egy régét a fejből. Mert mit van? Nem izom szakadás. Mini trombózis, ugye? Nem a vénás? Izomvénás. Izomvénás trombózis. Azt hiszem, hogy mondták. Nem életveszélyes, de rámehet a vastagér. Artériára. Vastagérre. Ez a legszebb, gyerekek, hogy nem dohányzok, ha a pipa nem számít annak havonta egyszer. Tényleg nem cigizek, nem iszok alkoholt, sportolok, mozgok, és kialakulhat bárkinek. Hát az nyilván az, hogyha valaki idősebb, nem vagyok idős, genetikai dolog is lehet, ami több mint valószínű, mert nagyapámnak is ilyen volt, tehát volt 70 évesen most. Agyfaszt, nem értem, tényleg nem értem azt, hogy az Istenben, aki sportol, aki egészségesen eszik, itt van, egészségesen táplálkozó sportos napi szinten, ugyanúgy kialakult, anélkül, hogy dohányoznám, vagy alkoholt fogyasztanám. Valószínűleg ez genetikai dolog. Meg hát persze a stressz is lehetséges, de hát hát gyerekek, ez nem izomszakadás, ezzel nem értettem, másnap reggel felkeltem, és nem tudtam ráállni. Tehát ez is alatt nem éreztem, hogy elszakadt volna. És utólag kiderült, hogy jól tettem, hogy tovább edzettem, akár olyan hülyén hangzik, jól tettem, mert legalább a vérem keringett a vérem. Keringettem. Megkeringettem a véremet, és ha nem keringettem volna... De szövetekben fokozódik a vérellátás edzés hatására. Ha nem keringettem volna a véremet, akkor lehet, hogy rámegy a nagy érre. Ezt szépen elmondtam. De ez igazság. Akármilyen vicces, ez egyben szomorú is. Úgyhogy remélhetőleg, hogyha nem cigiztek, nem isztok, és nem vagytok rá gerdegőnyek hajlamosak, akkor nem lesz ilyen bajotok. Meg ha nem stresszeltek túlságosan, meg ha nem végeztek álló munkát, meg ha nem vagytok idősek. Szóval igen, srácok, amit láthattátok, hát izombinás trombózis, úgy néz ki, szomorú. Szomorú, hogy ez így kialakulhat, de amint elmondtam a videóban is, ez hát valószínűleg genetikai oka lehetett. Na de nem fárasztok titeket tovább, lesz még egy videóm a következő héten a felépülési utáni fizikumomról, ha lehet így hívni. Ha nem fogok olyan nagyon szarul kinézni a videón, akkor megosztom, ha nem, akkor nem. Láthatok most egy kis edzővideós részt is, ahol edzek igazából. Tehát én végig edzettem ezt a 3 hetet. Nyilván lábot nem edzettem, de felsőtestre igen. És ezért is vagyok így. Gyerekek, lassan már keresztel kese mellem. Nem mint hogyha érdekelne titeket, de a lényeg, hogy egy ilyen másfél-két hét múlva jön egy újabb kihívás, ingyenes kihívás, 30 napos edzős kihívás, és ezt 30 napig kell ezt csinálnotok, és most még nem mondom meg, hogy mi, de ebbe bárki részt vehet,
meg is fogom osztani. Lesz egy kihívottam majd, de azt még nem mondom el, hogy ki, de valószínűleg már mindenki ismeri, vagy hallott már róla. Majd ki fog derülni, mindegy. Tehát igen, úgyhogy egy másfél két múlva fogok jönni egy kihívásra, úgyhogy erre számíthatok. Köszönöm szépen a figyelmet, akinek hát tetszett, nem tetszett, de informatív volt ez a videó, a csapasson rá egy lájkot, ossza meg és kommenteljen. És amit lehet ebből tanulni, mint ahogy elmondtam, hogy ezek az izomvénás trombózis, meg a trombózis, az nem feltétlenül függ össze korral, edzési szinttel, vagy edzettségi szinttel, hogy sportolsz-e vagy nem, hogy milyen idős vagy, tényleg abszolút-e, szinte semmi köze hozzá, ahhoz se, hogy dohányzol vagy nem, vagy fogyasztasz-e alkoholt vagy nem, mert ez bárkinél előfordulhat, hogyha edz, hogyha nem edz, és azért ez valamilyen szinten szomorú is, mert azért sportembernek tartom magam, és nem is vagyok túlsúlyos, na mindegy. Tehát mit lehet ebből tanulni, amit amúgy én is most megtanultam, hogy ha bármi bajotok van, inkább forduljatok orvoshoz. Én amúgy ennek a teljes ellenkezője voltam eddig. Akkor fordultam csak orvoshoz, hogyha már nagyon durva volt, vagy valami nagyon komoly volt, és nagyon-nagyon fájt, vagy nagyon szarú voltam. Én nem vagyok az a típusú srác, aki futkos a dokihoz mindenféle szar miatt, de úgy látszik, hogy hát néha jobb, hogyha inkább tényleg szakember nézi meg. Nem mondom szakemberek, mert tényleg, ahogy elmondtam a múltkori videómban, sokan nem értenek hozzá, meg sokan azt tudják, hogy miről beszélnek, de néha-néha ki lehet fogni olyan ember, olyan orvost, akivel megéri beszélni, és megéri elmenni hozzá. Úgyhogy kihívás jön másfél-két év múlva. Írjátok le a kommentbe, hogy mit gondoltok, ti hogy látjátok, nektek milyen tapasztalatotok van. Aki szeretne fogyni, szálkásodni, izomtömeget növelni, akinek segítség kell, nyugodtan küldjön e-mailt az aramtari96@gmail.com-ra, vagy látogasson el weboldalamra, ami az aramtariprofizik.hu. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam. Peace!